más árvetések voltak, és akkor képzeljék el, hogy enni egy sztéket úgy, hogy falatonként egy matchboxot lenyelsz. Ugye? És ezen én nagyon sokat morfondíroztam, és ez nekem nagy fájdalma volt, és később beszélgettem Dédénes György Zsütivel, akinek a nevét talán még tudják a kedves jelenlévők, és a Zsütivel történt az ugyanígy a 60-as években, hogy ment ki Bécsbe, és az ismerősök, ugye, akik kint voltak, hát meghívták ebédre. Az ebédben neki meg nem volt egy ruppó se, tehát én halálosan ismertem ezt az érzést, tehát például anyámmal, apámnak kellett menni kirakatot nézni. És mondta apám, hát angyalka, hát egy fillérünk nincs. Az hát, ugye anyám kénykedett. Ugye a burdára volt pénz, és a kirakatból levette a know-how-t. És akkor itthon kifordítom, befordítom, egy gomb, egy passzé, egy makramé, egy lamé, és akkor egész jó kis ruhákat tudott így összeállítani, de férfi szemmel a ruppótlan kirakatnézés az értelmetlen, ugye, mint az MSZP etikai tagozata. Tehát értelmezhetetlen. Na elég az hozzá, de ezért más a női lélek, és ez azt kell mondjam, hogy nagyon jól van így, retetlen, és akkor a Zsüti felszabadított, mert ő a következő dolgozta ki, meg akartam valaki hívni ebédre, azt mondja, hova hívnál meg a sár, Zsüti, én hova szeretnél a sár? Jó, hát egy jó középkategóri polgári vendégül, nagyon jó. Kileszében van aperitív, van Zsütikém, van leves, van főétel, van desszert, nagyon jó, konyak is van, nagyon jó. Ez körülbelül mibe kerül? Azt mondja, Zsütikém, hát 300 shilling. Azt mondja, nézd oda, adj ide 150-et készpénzben. És én igazolom, hogy velem ebédelt. Egyébként nekem a jövő tervem megvan Bécsel kapcsolatban. EU állampolgárként bejelentkezem a bratyóhoz, nyugdíjba megyek, és cseng a 740 euró. Az nem olyan szar. Szlovák családok jelentkeznek be, ugye, mert a szociális háló szövedéke, amit a költő mondja, néha fölfeslik valahol. Három gyereke, szlovák családok bejelentkeznek Bécsbe, és fölveszik gyerekenként a 300 eurót, úgyhogy a gyerekek nem is voltak Bécsbe. Ugye, tehát ez egy ilyen távszociális háló. Na mindegy, most kim voltam, az volt a projekt, hogy vegyek inget. Hát ugye, hát kinézek, ahogy kinézek. Na hát de, hogy mondjam, azért én próbálok így is teljes életet élni, tehát nem gondolom, hogy engem az ingeladásból ki kéne zárni, pusztán azért, mert létezem, és pusztán azért, mert egy olyan testezettel létezem, amelyen létezem. Na mondták, hogy van valami Havelkai Sigismund vagy Prückeren Popper, és bemegyek, ugye, hát két fiú eladó volt. Ez nem baj, csak, hogy mondjam, nem vágytam arra, hogy előttük levetkőzzem. Tehát már láttam hátulról az a ing egy picit be van karcsúsítva, és így a mozdulatok egy picit könnyedébbek, mint amit úgy mi hagyományőrzőként el tudunk képzelni. De arra nem számítottam, hogy a szolidan átizzadt, hengeres, fatőrszerű testemmel becsattogok, nyomokban szőrzettel, de ezt ő nem láthatta, hogy ő úgy néz rajtam végig, mint egy rakás szerencsétlenségen. Szecessziós nőalakot formázó lámpa, amelynek formázatát kamaszkoromban többször is feldolgoztam, mert akkor az erotikai ellátottság az nem volt ilyen sok szintű, ugye, mint manapság, és hát mondom, apa, szeretnék valamit mondani, hogy hát itt az úttörő dolog itt most már kezd a körmömre égni. Atyám letolta a szemüvegét, rám nézett, azt mondja, osztálytársaid hány százaléka tagja eme tömegszervezetnek? Na most ettől már nekem a lassú húgy megindult a lábam szárán, mert nem sokat értettem belőle, mondtam, hát rajtam kívül már mindenki úttörő. Hát akkor mondta apa, akkor lépjél be te is. No, hát az összes tagkönyvemet nem sorolom fel, beléptem például a kokáit az autóklubba. Én egy Trabant Universal, ez volt a kombinak a hivatalos elnevezése, és jó lehet, valószínűleg meg tudtam volna szerelni, hozzátéve, hogy a Trabant egyszerűsége talán csak a Kalasnyikov géppisztolyéval vethető össze, ugye 26 alkatrészből áll, amelyből legalább egy-egy matematikailag kézre kellett volna, hogy álljon.
De a fiatal NDK szakembergárda a veszéllyel dacolva megoldotta, hogy ilyen ne legyen. Beletett továbbá egy rendkívül komoly kalandelemet, hogy ne emészen fel minket a kádárizmus szürkesége és inger szegénysége. Ugye ez volt az a bizonyos takarékcsap, amit a fiatalok el se hisznek, ez jobbra lent tartózkodott, és akkor ha a benzined elfogyott, hát ez különösen előzésnél volt érdekes, mikor szembe jött a kamion, és akkor az autónak a benzinellátása megszűnt, tehát így, mint a vastüdőt, ha leveszik az emberről, ugye, ilyet csinált, és akkor le kellett hajolni életet kockáztatásával, és ezt a csapot átrakni, de közben sem nem láttál, sem a kormány nem tudtad kezelni, tehát ezek a lakónikus, rendkívül szomorú hírek, hogy minden ok nélkül Trabant személygépkocsijával áttért a Lótus oldalára, az út túlsó oldalára, és meghalt, hát ezek a takarékcsapnak voltak köszönhetőek, de én azt mondom, hogy kalandosan éltünk, és én ezt nem adnám el semmiért. Na most kérem tisztelettel, én megpróbáltam azon elgondolkodni, hogy hát a családunk hogyan integrálódott. Ugye nem baj, ha szubjektívra vesszük a figurát. Hát ott kezdődik, hogy nagyanyám Brassóban csak Bécsből hozatott kalapot, bár mondjuk ez egy ország volt, ugye csak később választódott szét. Hogyha nagypapánál egy kicsit jobban alakultak a dolgok, akkor adott esetben Párizsból is, ugye? Sárközi Péter drága magyar tanárom mondta, hogy lehet, hogy szegény volt a József Attila, de annyira nem, hogy ne a Sorbonnon tanult volna. Mondta ezt nekünk 1970-ben, amikor a Sorbonnon tanulásunk matematikai esélye félelmetesen tendált a nulla tengelyhez, tehát gyakorlatilag ezt én el sem tudom képzelni. Na, talán a kedves külügyesek kedvére elmesélem, hogy én a, már akik itt vannak, ugye? Kérem szépen, de ezek egy része ilyenkor titkos randevút bukkol rá egyébként, azt tudják, tehát hogy a Sanyin voltam, Na nem baj, szegény ember vízzel főz, éhes disznó makkal álmodik, de mi volt az előző végszó? Most annyira belekavarodtam ebbe, szeretek egyszerre több fájt megnyitni, úgyhogy, ja igen, hogy én a Munka Vörösszászló érdemrendjével kitüntetett Báró Állami Ötvös József gimnáziumba jártam. Ezt apámtól örököltem, akinek az ügyvédirodája a József Attila utcában volt, amit korábban Tisza István utcának, korábban pedig Fürdő utcának hívtak, és reggel mondta, hogy megyek a Gróf Fürdő Attila utcába. Tehát úgy gondolta, hogy két világháború és néhány forradalom után ő már nem kockáztat. Tehát ő elmondja az utcát úgy, ahogy kell, és ez legyen mindenkinek jó. Na most nekem az osztálytársaim fele az ilyen diplomata gyerek volt. Ugye apukát jelentős része egyszerűen kém volt, hát lássuk világosan. Elsőbe egy barátomat megkérdezte, ezek úgy tudtak németül, mint az Isten. Hát ezek ott jártak általános iskolában, hát ez verhetetlen volt. Tehát én akkor beláttam, ugye, hát én a képes német nyelvkönyv gyermekeknekből izzítottam, és hát úgy fölvettek, mert nem voltam tök hülye gyerek, de hát hogy a némettel az első évben vérpisáltam, az egészen biztos, azt nyugodtan állíthatom, és emlékszem, hogy kérdeztem tőle, hogy Laci, te hogy fordítanád azt, hogy vétkesek köz cinkos, aki néma? És akkor a cinkosra mondott három szinonimát. Ugye a der Mitschuldige, a der Helfershelfer és a latin eredetű der Komplice. És mondtam, hát én ezt nem fogom tudni utolérni, de megnyugtatott, hogy egyébként németül nem így mondják. És akkor a Báró Állami Ötvös József gimnázium a Munka Vörösszászló érdemrendjével kitüntetve, a lépcsőn állva úgy rám zuhant, hogy én Goethe Farkas János nyelvét a büdös életben nem fogom ezen a szinten elsajátítani. Majd Laci közölte, elővette egy olyan órát, amit én nemhogy nem láttam, nem is ismertem olyanokat, akik ilyen órával rendelkeznek. Azt mondja, talán még elérem a genfi gépet. Hát mondom, az a szórakozál, amivel egyidős vagy, de ezt azért nem mertem neki nagyon mondani, szóval ez a mi perspektívákból, ez feldolgozhatatlan volt. Volt egy gonosz Ausztráliába emigrált, valahogy azért érdekes dolog ez a voksolás, ugye? Hogy amikor Mongóliába mentem, és kellett volna egy meghívó, hát akkor gyöngyözött a homlokom erősen, miután Mongóliába élő rokonaim és ismerőseim száma zérus halmazt képeztek matematikai értelemben, hogy nem tőlük mindenki nyugatra ment, ugye több hullámban. Itt volt ez a gonosz Tuli bácsi,
aki állva megevett fél kiló szalámit kenyér nélkül, amit apám a minisztérium büféjéből szerzett, és KST kölcsönt vett fel, hogy ezt kifizesse, majd távozáskor adott három olyan golyóstollat, aminél már mohikánnak is jobb volt. Mondjuk nem merő betörő volt, de szóval, hogy az iskolában a legszegényebb gyereknek is már négyszer jobb golyóstola volt, de Tuli bácsi azt hitte, ezt még lehet osztogatni, majd távozáskor egy barackot nyomott a fejünkre, és azt mondta, hogy ha Sydneybe jársz, nézd be! Hát mondom, én meg a tiedet, tudod, Tuli bácsi? Röviden ezt tudom mondani. Tehát tulajdonképpen az első nagy voksolás Európa irányába az lábbal történt 1956-ban, ugye? Tehát nem csak a bátyám ment el, hanem majd humorosan szoktuk mondani, még 250 ezeren, sőt, egyeseknek annyira bejött, hogy becsináltak Amerikáig, illetve Ausztráliáig. Na hát ebből következett, hogy én első tapogatózó lépéseimet Bécs irányába, ami rettenetes messzinek tűnt, pedig csak 260 kilométer, úgyhogy atyám annak idején a nyugati sajtó eléggé szelektíve érkezett be az országba. Az osztrák orgánum, az osztrák kommunista pártnak volt a lapja, miért nem, ugye ki érti ezeket, ugye amikor Móriczka sétál a Dohány utcában, és valaki megkérdezi tőle, hogy nem tudja véletlenül, hol van a zsinagóg, azt mondja, véletlen. Ez a leggyönyörűbb, és egyúttal a holokauszt emlékév kapcsán én letettem a négyjegyemet ezzel kapcsolatban, úgyhogy csókolok mindenkit ezúton, úgyhogy hát minő véletlen a Folkstimmét lehetett kapni, amit apám néha elvei fenntartása mellett megvásárolt, mert benne volt, hogy mit adtak az operába tegnap. Ugye, mert az már csak másnap érkezett ugyebár ide, és akkor időnként rátapadt a rádióra, nagyon gyakran a Szabad Európára, amelynek antennáját ugye előfinoman sáfrányos, hátuldiszkréten vonalkódos, általam úgy gyakran is szeretettel apostrofált habsejem alsóadrágba, toporogva a bérleménybe ugye próbált beállítani. Tehát ez is már tulajdonképpen az európai integráció felé tett lépés volt. Szászlónak is egy a vége, hogy már 56-ban sem voltunk abban túl egységesek, hogy nekünk a Szovjetunióhoz kell csatlakoznunk. Finoman jelezném, hogy a mongolok cirill betűvel írnak. És a 702 kolostorból 700-at fölégettek. Tehát mi a Regnum Marianummal ezt huszárosan megoldottuk. Csak azért mondom, hogy ezt az egész Európát helyezzük már egy kis kontextusba. És nagyon jó dolog, ha Európára az ember távolabbról, mondom majd a Bécset is, nyugi, Nincs a fájl elfelejtve, ugye? Tehát nagyon helyes, hogyha Európára az ember távolabbi kontinensekről tekint, ugye hazaérkezvén, amely hát talán a módszerváltás egyetlen kézzelfogható előnye, hogy lehet ugye bár utazni, az egyetlen ez talán túlzás, most nem szomorkodjanak így el, lehet ezt árnyalni, de hát mondjuk így a fő előnye. És hát ugye például 4 évvel ezelőtt részt vettem Kongóban, egy 3 hetes expedíción a Kongó folyón, és azt tapasztaltam, hogy a munka, ez nem alapfeltétele az életnek. Ezt mi gondoljuk? Ugye a kenyaiak úgy hívnak minket, hogy muzungu. Ugye nem értjük a szót, de rettenetes jó a hangulata, tehát aki mindig méricskél, dolgozik, farag, ez nincs így. Csak mi Európába gondoljuk, különösen a németek, ugye, hogy éjjel-nappal dolgozni kell. 70-es években voltam én Németországban, néztem reggel az Isten királyokat, a hatalmas Mercedes-szel így mentek, és este 12 órai munka után jöttek, mint egy leeresztett lufi. Ugye, mert nekünk a csatlakozáskor nem lett elmondva, hogy tavárisi, hát most már dolgozni kell. Ugye, hát most 600 heggesztőt levizsgáztattak egy cégnél, és kétharmada a pálcát nem tudta a kezébe venni. Ugye, na zárójel bezárva, de ez se teljesen így van, meg erre is tudunk ellenérveket mondani. Voltunk Dél-Amerikában, csak hogy utáljanak. Dél-Amerikában szorongtam, mert nem tudok spanyolul, és az ebbe ki van szolgáltatva. Tehát egy országban azért jó egy kicsit valamilyen nyelven tudni. Ilyen szempontból az olaszokkal a legjobb angolul beszélgetni, mert ők se tudnak. Tehát ez kezdő angolosoknak, ezt csak ajánlom, és ráadásul ez egy újabb rejtély, hogy akik ilyen operákat írtak, és egy ilyen muzikális nép, abszolút semmi fülhallásuk nincs a nyelvekre. Tehát, ha olaszokkal beszélgetünk angolul, akkor feltétlenül nő az önbizalmunk. Na mondom, hát majd megérkezünk mi Frankfurtba,
ahol majd Goethe Farkas János már apostrofák elvén majd ondan ő a haptondam, csámcsaram, csámcsaram, ki voltam már éhezve egyszerűen. Kívánok, jó estét kívánok, köszönjük szépen! Hát kérem tisztelettel, ugye most éppen a Bakonyban is volt ilyen amerikai hadgyakorlat. Valamikor számunkra Amerika az álmok országa volt, és hogyha a nagybátyám karácsonykor telefonált Amerikából, azt nem hittük el. És hát aztán ők is jöttek, aztán hoztak különböző dolgokat. Arra emlékszem, hogy kaptunk csomagba papírzsebkendőt. És az öregek összeültek, hogy mi az. És akkor mondta apám, hogy hát hívjuk le még a Stifolder bácsit, ő mégis mérnök, és azt mondja, hogy ebbe a drága papírba bele fújjuk az órunkat, ez lehetetlen. Hát ez valamilyen törlőpapír, vagy polírozó papír, ugye? Hát Fater tépőzárasba utazott, ugye keményen, mint ahogy én is a mai napig. Mindez a Kleenex zsebkendőről jutott az eszembe, ugye? Nem értettem amerikai nagybátyám azt, hogy nincs egy Kleenexetek? Hát mondom, azt se tudtuk, mi az a Kleenex. Akkor mit tudom, volt valami levele, azt mondja, hát menjél le, csináltass egy Xerox kapit. 69-ben. Hát mondom, Gyurka bácsi, azt se tudom, mi az a Xerox copy, plusz itt a nagyobb ünnepek előtt az írógépeket is lelakatolják, hát ne szórakozzál, csak bemenni és sokszorosítani, ugye, hát ez a terrorizmus küszöbe. Na hát kérem tisztelettel, aztán Amerikában, hát számtalan csodával én is találkoztam, nem kell izgulni, nem fogom mindegyiket elmesélni. Connecticutben laktam a bátyám egy barátjánál, ez New Yorktól északra van, egy isteni szép vidék. Ugye akkor volt a harmadik olyan év talán, amikor forintért lehetett tengeren túli repülőjegyet venni. Ugye fiatalok kedvéért mondom, hogy tengeren túlra csak úgy mehettél, hogyha a nagybácsi küldött meghívó levelet és repülőjegyet. És miután nem minden nagybácsi találta meg az aranyat, ugye így konkrétan Tuli bácsi, aki Ausztráliából mindig eljött hozzánk, megevett egy férút szalámit kenyér nélkül, amit az apám vett a minisztérium büféjébe KST kölcsönre, majd amikor elbúcsúzott, akkor kiosztott néhány állati szar golyóstollat, aminél már a Schwarzmarinak is jobb golyóstolla volt, nyomott egy barackot a fejünkre, és azt mondta, hogy ha Sydneybe jársz, akkor nézzél be. Ugye mi meg mondtuk, hogy azzal próbálja játszogatni Tuli bácsi, amivel egyidős vagy. Ugye egyébként is, hát ez a nyugati rokonoknak a látogatása, hát ez egy anyagi katasztrófa volt. Na most folytatom az amerikai csodák sorát, ugye, amelyeknek egy része csomagba érkezett hozzánk, egy részét meg Amerikában ugye régészeti kifejezéssel élve in situ sikerült tanulmányoznom. Lengyel repülővel mentem, úgy mondták be, hogy Noveku Jorku és langyos széklalevet szervíroztak üdítőképpen. Na most ez egy 254-es volt, hát mondjuk, hogy most a széklalé miatt, vagy nem tudom, de hát a perisztaltikám egy kicsit így beállt, és akkor úgy harmadnap úgy éreztem, hogy mielőtt irreverzibilis folyamatok indulnak meg, érdemes volna leengedni egy kábelt. Na most, hát ott voltam a bátyám barátjánál, ott nem volt ilyen kettő zsilippel, és a nappaliból nyílt a fürdőszoba, egy elég vékony ajtó, és hát úgy gondoltam, hogy komfortosabban tudom én ezt megejteni a szimpla ajtó fényében, ha ők nincsenek otthon. Na, ez szombat délután be is következett, hát mondom, nagyszerű. És amerikai luxusom volt, hogy mindig megvettem a The New York Times-t, ami $1 vagy ilyesmibe került, és akkor még ezt ilyen hagyományos nyomdatechnikával csinálták, tehát fogott. Cérna kesztyűt adtak az olvasáshoz, hogy ne fogja meg a kezedet, ugye az előfizetőknek. Na, hát minden optimálisnak tűnt, ittam még egy kávét, éreztem, hogy nagy katarzis várható, avagy, ahogy a költő mondja, az én vezérem bensőmből vezérel, emberek nem vadak, elmék vagyunk, elővettem a gyöktásznak a főjeton rovatát, amit az amerikaiak se értenek. Tehát a főjeton az ilyen kis tárcaszerűség, az állati nehéz, mindegy, fölhúztam ezt a kis olvasókesztyűt, gondoltam, ez egyéb szempontból is megfontolandó. Ráillesztettem Popesz kutyámat a fajanszra, és nem siettem, ugye? Még nyújtom a percet, ahogy énekelte Udvaros Dorottya. Kicsit átmentem valami könnyedebb olvasmányra. Éreztem, hogy meg lesz a találat. És akkor első turnusban, hát ahogy orvosok szokták mondani, egy jól formált kábelt küldtem a fajanszba.
Ám ebben a pillanatban egy jeges cunami csapta meg alsó felemet, egy iszonyatos fröccsenés. Hát mondom, mi történt itt, maga Némó kapitány felosont a Manhattan kloáka maximáin, és előre küldte polipjait, hogy megcsípjék az én senekemet? Hát mi történt? Ezek a egészségi tébolyban szenvedő amerikaiak, ugye, ne véletlen, hogy minden a gyümölcsnek is gyönyörűnek kell lenni, és egészségesnek. Az, hogy olyan szar, hogy nem tudod megenni, az egy más kérdés. Ugye életem legjobb narancsát Kubába ettem, hogy felvágjak egy kicsit, ami olyan ütött kopott volt, mintha a Gólya áruházi bizományi áruházban árusították volna, ha annak lett volna zöldségrészlege. Tehát egy halálhendikeppes narancs volt. Na most ugye mindenki szép legyen, hollywoodi sztároknak rögtön kihúzzák az összes fogát, és beraknak ilyen 42 karátos, ilyen nem tudom micsodát. Ja, az nagy projektem volt Amerikában, hogy összejöjjek egy fogszabályzós nővel, mert 80-ban még ritka volt a fogszabályzó. És úgy nézegettem egy kis illesztés, mit tudom én, összeakadunk, szóval meg lett volna a költészet, ezt nem adta meg a jóisten, csak live show-ba voltunk, az valami isteni volt. Na most számomra ez se volt új, mert gyerekkoromban a Tinódi moziba ugyanezt csinálták a hátsó páholyba. Ugye? És mi mozibérlettel jártunk, 1 forint 50 fillérért, drágább mozikba 2 forint 50 fillérért, mozibérletre rá volt írva, hogy az összes művészetek közül számunkra a legfontosabb a film, Lenin. Persze a disznó Lenin, ő nem volt cinefil, ő nem volt mozibarát, hanem azt gondolta, hogy a mozgóképpen lehet a gyapjas agyakba a legegyszerűbben betenni a kommunizmus történetét. Majd egyszer elmesélem, hogy a Patyomkin páncélos miben különbözik a téli palota valós ostromától, ahol gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát a lakály mondta, hogy tessék parancsolni. És ha lett volna fémdetektor, kifelé az ezüstkadalakat kiszedegette volna a zsebekből, de szóval olyan rettenetes dolog nem történt, mozit becsukjuk, Lenint becsukjuk, Tinódiban hátra lánysolt, úgyhogy mi már minden filmet sokszor láttunk, és volt olyan, amikor eleve háttal ültünk be, és néztük a fejleményeket a hátsó páholyba. Tehát mondjuk a live show az nekem nem volt nekem egy ilyen érdekes dolog, de térjünk vissza Connecticutbe, a fajanszhoz, ugye? Na, a lényeg, hogy belepottyantom a kódolt üzenetet, felcsap a cunami, én, mint akit kakascsípet felpattanok, és mit látok, hogy a színültig töltött fajanszban úszkál, ugye vár a Kolbi. Jó étvágyat kívánok, ebédidőben megy a késői ebédelők, ezt még elkaphatják szombaton. Miért? Hát, ha nekem csak úgy lehet vacsoráznom, hogy közben hüvelygomba reklámot kell nézni, akkor nem hiszem, hogy ez olyan rettenetes volna. Tehát ott tartottam, hogy az amerikaiak félnek a betegségtől, félnek a nem tökéletességtől. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a fajta egészségtéboly, hát mondjuk az öbölháborúban kialakult az öbölbetegség. Mert a katonáknak olyan mennyiségű védőoltást adtak be, hogy majdnem belehaltak. Ez egy betegség, ugye? Hogy még ezért is megvédünk, meg azért is, meg azt is, meg azt is. Most haladok a térprotézis felé, de még nem adnak, azt mondják, jók a leleteim, mondom, csak nem tudok járni, ez a pici apró részlet probléma van. Azt mondják, nem vagyok még érett a térprotézisre, de mondja a doki, hogy amcsiba már szó nélkül 10 évvel ezelőtt ráverték volna hát egy olyan hasonló, mint a WC deszka zsanérja. Tehát egy olyat oda megnittelik, és akkor hello, hello. Ugye, amikor a térszalagban topál, átták 20 évvel ezelőtt, akkor felhívtam Dörflinger Dodit, mondom, kérdezi, hogy vagyok, mondom, Dodikám, jól vagyok, már 20 fokot hajlik a térdem, azt mondja, csak az a kérdés, melyik irányba. Na, elég az hozzá, hogy Amerikában rögtön mindent kicserélnek, befestenek, kihúznak, megjavítanak, nem lehet lenni betegnek, nem lehet lenni elesettnek, tökéletesnek kell lenni, és ezek a jenkik még a saját végterméküktől is félnek. Ugye,
Arról nem beszélve, hogy a természetgyógyászok, de dokik is szokták mondani, hogy a széklet a lélek tükre, tehát azt meg kell tekinteni, és abból különböző következtetéseket lehet levonni. Nem azt mondom, hogy minden nap, nem azt mondom, hogy így rá kell feledkezni, mint amikor férfiak piszoárban egy kicsit még a kezüket ott hagyják, és rutinszerűen mocorognak. Szóval nem ezen a szinten, de a széklet, de az a lényeg, hogy a végtermék a fájáshoz hozzá ne érjen, mert higiéniai tébolyban szenvednek, erről én nem tudtam, ugye, ahogy Derék mesterem Szász Péter mondta a filmgyárban, hogy akinek nem mondják meg előre, hogy az operában énekelni fognak, az az első felvonás után idegösszeroppanást kap. Ugye én nem láttam még feltöltött klozettet, ugye, és mondhatom, hogy egy sokszerű hatásért. Na most hol itt a megoldás? Mert jelentkezett már a második turnus. Mondom, akkor túljárok én a jenkiknek az eszén, leöblítem előre. Utána leülsz, de hát hallod, hogy telik. Ugye, tehát ez olyan, mint az a kínzó módszer, amikor a kínaiak valakinek mindig egy pontra vizet csöpögtettek a homlokára. Hát mondom, ilyen stresszes körülmények között nem lehet ügykezelni, úgyhogy kedves barátaim, azt kell mondjam, hogy nekem két klasszikus eseményem volt, egyik egy indián rezervátumban egy potyantós, és valahol Bronxba egy ilyen junkis csávónál, ahol hagyományos klozett volt, akkor egy picit otthon éreztem magam. Köszönöm szépen! Kicsit a Mária Teréziáért is egy kicsit kompenzáltam. Tehát ezt a nyírjuk a birkát, ugye, meg ugye ezekért a legújabb Erste-bankos mutatványokért is, ugye, hát azért ezt a burkusok csinálták, ugye, apró betű mindent, vegyél fel aztán, hogy hogy fizeted vissza, az ugyebár egy más kérdés. Na és utána a bátyám nevelő szülei meghívtak egy étterembe, mint olyanba új évkor, ahol akkor a bisztek volt, amit én még nem is láttam életemben, sőt, bizteket se láttam, sőt, elmondanám, hogy vesepecsenyét én a módszerváltás után láttam először a hentesnél. Mondom, ön a vesepecsenye? Jó napot kívánok, annyit hallottam magáról. Hát ez mégiscsak egy történelmi esemény, hát valami mégis változik ugye ebben a hazában. Mondom, jó napot kívánok. Na elég az hozzá, hogy én elkövettem azt a hibát, ugye, mint ilyen túlfűtött gyerek, belenéztem az étlapba, és ez a steak, ez került 80 shillingbe akkor, ugye? Hát sejtik a megoldást. 380 élménykombinátot látogattam végig a nem kis frankfurti repülőtéren. Egyetlen egy németül tudó emberrel nem találkoztam. Tehát volt ott macedón, crnogorác, etyem, petyem, sem. Továbbra is vannak gondolatai nagyon kedves barátomnak, Fábri Sándornak. Köszönjük. Európára érdemes kívülről is rápillantani, de a legcsodálatosabb, hogy egy kicsit Kínába az ember beleszagol. Kérem szépen, kvízkérdés. Mikor készült az első újság Kínában? Úgy látom, az ázsiai osztály nincs itt. Bár lehet, hogy ő se tudná. 731-ben, mikor mi még ubu-dubu-dubu-dubu. Na hát, szóval ez a különbség, de hogy a kínai gondolkodás milyen nagyszerű, ugye? Európa megőrült, ugye részben azért, mert nem tudtak sejmet csinálni, ugye? Tehát, hogy a sejemhernyó hogy működik, Európa megbolondult, és nem tudtak porcelánt csinálni. Európa ettől is megbolondult, ugye? Na kérem szépen, ugye ott volt a puskapor. Ugye, tudjuk azt, hogy a kínaiak a puskaporral nem lőttek? Petárdáztak. A puskaporból mit csináltunk? Tébolyt. Krisztus körül volt irány. Ugye azt mondja, ahogy már azt az ilyen típusú történetekben mondani szokta, hogy ha visszaengedsz, három kívánságodat teljesítem. A cigány nem igen bízik benne, de hát humanizmusból visszaengedi a halat. A hal azonban pihatokon belül jelentkezik, cigány azt mondja, hát én az ígéretemet megtartom, kívánj valamit. Cigány elgondolkozik, azt mondja, hát álljon ide elő egy csodálatos hintó a napkirálynak a stílusában. Hat arab teli vér, mondassa. A tetejére cápa bőrrel beborított hajókofferek színültik $100-osokkal, bent pedig különböző ládába gyémán, gyöngy, karbunkulus, gránát, arany, és mi egymás. Hal így csinál,
ott áll a hat maripával a csodálatos hintó. Hát gazsírat majdnem földbe gyökerezik. A láma el is feledkezik, hogy kér valamit kérdezni. Ha azt mondja, hát sietek, édesapám, nincs annyi időm, gyerünk, mi a másik kívánság. Azt mondja, hát a világ 30 legszebb aranyhúriát, hogyha ide állítanád. A natur vesztelenségükben, ahogy a teremtő őket a világra teremtette, ha így csinál, 30 csodálatos. Hát vasi se köpni, se enyelni nem tud. Hal beszól, azt mondja, nincs annyi időm, gyerünk, mi a harmadik kívánság? Hát Kasi vakarja a fejétre. Formázatát kamaszkoromban többször is feldolgoztam, mert akkor az erotikai ellátottság az nem volt ilyen sok szintű, ugye, mint manapság. És hát mondom, apa, szeretnék valamit mondani, hogy hát itt az úttörő dolog itt most már kezd a körmömre égni. Atyám letolta a szemüvegét, rám nézett, azt mondja, osztálytársaid hány százaléka tagja eme tömegszervezetnek? Na most ettől már nekem a lassú húgy megindult a lábam szárán, mert nem sokat értettem belőle, mondtam, hát rajtam kívül már mindenki úttörő. Hát akkor mondta apa, akkor lépjél be te is. No, hát az összes tagkönyvemet nem sorolom fel, beléptem például a kokáért az autóklubba. Én egy Trabant Universal, ez volt a kombinak a hivatalos elnevezése, és jó lehet, valószínűleg meg tudtam volna szerelni, hozzátéve, hogy a Trabant egyszerűsége talán csak a Kalasnyikov géppisztolyéval vethető össze, ugye 26 alkatrészből áll, amelyből legalább egy-egy matematikailag kézre kellett volna, hogy álljon. De a fiatal NDK szakembergárda veszélyen dacolva megoldotta, hogy ilyen ne legyen. Beletett továbbá egy rendkívül komoly kalandelemet, hogy ne emészen fel minket a kádárizmus szürkesége és inger szegénysége. Ugye ez volt az a bizonyos takarékcsap, amit a fiatalok el se hisz meg, ez jobbra lent tartózkodott, és akkor ha a benzined elfogyott, hát ez különösen előzésnél volt érdekes, mikor szembe jött a kamion, és akkor az autónak a benzinellátása megszűnt, tehát így, mint a vastüdőt, ha leveszik az emberről, ugye, ilyet csinált, és akkor le kellett hajolni életet kockáztatásával, és ezt a csapot átrakni, de közben sem nem láttál, sem a kormány nem tudtad kezelni, tehát ezek a lakónikus, rendkívül szomorú hírek, hogy minden ok nélkül Trabant személygépkocsijával áttért a lótus oldalára, az út túlsó oldalára, és meghalt, hát ezek a takarékcsapnak voltak köszönhetőek, de én azt mondom, hogy kalandosan éltünk, és én ezt nem adnám el semmiért. Na most kérem tisztelettel, én megpróbáltam azon elgondolkodni, hogy hát a családunk hogyan integrálódott. Ugye nem baj, ha szubjektívra veszünk a figurát. Hát ott kezdődik, hogy nagyanyám Brassóban csak Bécsből hozatott kalapot, bár mondjuk ez egy ország volt, ugye ez csak később választódott szét. Hogyha nagypapánál egy kicsit jobban alakultak a dolgok, akkor adott esetben Párizsból is, ugye? Sárközi Péter drága magyar tanárom mondta, hogy lehet, hogy szegény volt a József Attila, de annyira nem, hogy ne a Sorbonnon tanult volna. Mondta ezt nekünk 1970-ben, amikor a Sorbonnon tanulásunk matematikai esélye félelmetesen tendált a nulla tengelyhez, tehát gyakorlatilag ezt én el sem tudom képzelni. Na, talán a kedves külügyesek kedvére elmesélem, hogy én a, már akik itt vannak, ugye? Kérem szépen, de ezek egy része ilyenkor titkos rendezvút bukkol rá egyébként, azt tudják, tehát hogy a Sanyin voltam, na nem baj, szegény ember vízzel főz, éhes disznó makkal álmodik, de mi volt az előző végszó? Most annyira belekavarodtam ebbe, szeretek egyszerre több fájt meg. Kapcsán én letettem a négyegyemet ezzel kapcsolatban, úgyhogy csókolok mindenkit ezúton. Úgyhogy, hát minő véletlen a Folt Stimmét lehetett kapni, amit apám néha elvei fenntartása mellett megvásárolt, mert benne volt, hogy mit adtak az operába tegnap. Ugye, mert az már csak másnap érkezett ugyebár ide, és akkor időnként rátapadt a rádióra, nagyon gyakran a Szabad Európára, amelynek antennáját ugye előfinoman sáfrányos, hátuldiszkéten vonalkódos, általam úgy gyakran is szeretettel apostrofált habsejem alsóadrágba, toporogva a vérleménybe ugye próbált beállítani. Tehát ez is már tulajdonképpen az európai integráció felé tett lépés volt. Szászlónak is egy a vége, hogy már 56-ban sem voltunk abban túl egységesek, hogy nekünk a Szovjetunióhoz kell csatlakoznunk. Finoman jelezném, hogy a mongolok cirill betűvel írnak. És a 702 kolostorból 700-at fölégettek.
Tehát mi a Regnum Marianummal ezt huszárosan megoldottuk, csak azért mondom, hogy ezt az egész Európát helyezzük már egy kis kontextusba. És nagyon jó dolog, ha Európára az ember távolabbról, mondom majd a Bécset is, nyugi, nincs a fájl elfelejtve, ugye? Tehát nagyon helyes, hogyha Európára az ember távolabbi kontinensekről tekint, ugye hazaérkez Wien, amely hát talán a módszerváltás egyetlen kézzelfogható előnye, hogy lehet ugye bár utazni, az egyetlen ez talán túlzás, most nem szomorkodjanak így el, lehet ezt árnyalni, de hát mondjuk így a fő előnye. És hát ugye például 4 évvel ezelőtt részt vettem Kongóban, egy 3 hetes expedíción a Kongó folyón, és azt tapasztaltam, hogy a munka, ez nem alapfeltétel az életnek. Ezt mi gondoljuk? Ugye a kenyaiak úgy hívnak minket, hogy muzungu. Ugye nem értjük a szót, de rettenetes jó a hangulata, tehát aki mindig méricskél, dolgozik, farag, ez nincs így. Ezt csak mi Európában gondoljuk, különösen a németek, ugye, hogy éjjel-nappal dolgozni kell. 70-es években voltam én Németországban, néztem reggel az Isten királyokat, a hatalmas Mercedes-szel így mentek, és este 12 órai munka után jöttek, mint egy leeresztett lufi. Ugye, mert nekünk a csatlakozáskor nem lett elmondva, hogy tavárisi, hát most majd dolgozni kell. Ugye, hát most 600 heggesztőt levizsgáztattak egy cégnél, és kétharmada a pálcát nem tudta a kezébe venni. Ugye, na zárójel bezárva, de ez se teljesen így van, meg erre is tudunk ellenérveket mondani. Voltunk Dél-Amerikában, csak hogy utáljanak. Dél-Amerikában szorongtam, mert nem tudok spanyolul, és az ebbe ki van szolgáltatva. Tehát egy országban azért jó egy kicsit valamilyen nyelven tudni. Ilyen szempontból az olaszokkal a legjobb angolul beszélgetni, mert ők se tudnak. Tehát ez kezdő angolosoknak, ezt csak ajánlom, és ráadásul ez egy újabb rejtély, hogy akik ilyen operákat írtak, és egy ilyen muzikális nép, abszolút semmi filhallásuk nincs a nyelvekre. Tehát, ha olaszokkal beszélgetünk angolul, akkor feltétlenül nő az önbizalmunk. Na mondom, hát majd megérkezünk mi Frankfurtba, ahol majd Goethe Farkas János már apostrofák elvén majd ki voltam már éhezve egyszerűen. Hát sejtik a megoldást. 380 élménykombinátot látogattam végig a nem kis frankfurti repülőtéren. Egyetlen egy németül tudó emberrel nem találkoztam. Tehát volt ott macedón, crnogorác, etyem, betyem, sem. Továbbra is vannak gondolatai nagyon kedves barátomnak, Fábry Sándornak.